Na, sziasztok kedves nézők, itt vagyunk Tahiba a új gát tövébe. Így száradt ki most ez a, ami beszivárgott itt a fák között, egy kis víz a áradásból, most már ugye ez is kezd visszahúzódni és visszaszáradni, ott még láthatjátok a fák között, és itt még a betonon látszódik. Tehát a másik oldal az, az hál' Istennek most száraz maradt, ugye 13-ben ezt az oldalt is kellett rakni, mert szivárgott át rendesen. Úgyhogy most kimegyek, megmutatom a másik felét megállítom. Hát szóval napokkal vagyunk az árvíz visszahúzódása után. Itt azért láthatjátok, hogy mekkora víz volt itt kint. És ugye ami a tetőzéskor problémát okozott, hogy itt átszivárog ez a szakasz. De hát ez még mindig ahhoz képest minimális, hogy itt majdnem a tetőig ért a víz, amikor a 13-as árvíz volt. Tehát itt nem sok látszódott ki a ablakokból. És itt láthatjátok, még nem volt most eső, pedig mondták a vihart, hál' Istennek eddig azt is megúsztuk. Itt láthatjátok végig, majd lesz olyan videó, amikor mutatom, hogy ugye ott állt a helikopter a toronynál, és akkor oda volt készenlétbe helyezve, meg a motorcsónak, meg ez az amaz, és akkor hát ott várakoztak, hogyha valami gond lenne, akkor onnan lett volna a bázis annak a résznek kiinduló pontja. És itt ez az egész, itt egész oda a fákig messzire, ez itt mind víz alatt volt. És hát láthatjátok, hogy itt azért szintbe, azért az 50-60 centi, az már itt közel nyaldosta volna itt a tetejét a gát felső részének. Ugye ha van szivárgás, akkor, mert ugye itt függőlegesen kell nézni, akkor még nagyobb terület átszivárgott volna, és még nagyobb bajokat okozhatott volna. Ha meg egy magasabb a szint, akkor még lehet, hogy ennek a tetejét is meg kellett volna rakni egy sorral. És hát ugye itt a hídnak a töve van ezzel igazából megvédve, tehát ezt ahol ott a kocsi is áll, odáig ezt a nyomást levette ez a gátrész arról a részről, és így ezáltal a falu úgy nagyjából egészében meg is húzta ezt a katasztrofális részt. Hát itt most már látjátok a mezőkön, hogy ilyen napsütés van, meg fúj a szél, felszáradt az egész. De hát itt napokkal a áradás előtt az összes mezőről le kellett vágni a kukoricát, meg mindent, ami még betakarításra várt, mert ugye elönti a víz, és akkor onnantól kezdve egy ilyen iszapos, mocskos, pudvás szutyok lesz. Ott láthatjátok is a kukoricások, hogy le lettek vágva. Éjjel-nappal mentek a gépek, hogy be tudják ezt takarítani, és hát ez egy ilyen történet lett. És hát azon az oldalon levő házakat így most megúzták, mert ott is kerítés magasságig állt volna a víz, és a ablakok aljára voltak még homokzsákok fölrakva 13-ba. Ott láthatjátok, hogy jönnek ki a kapun, tehát ilyen jó 2 méter körüli vízoszlop állt abba az utcába. Nem is nagyon lehetett itt az útról lemenni, mert egyből a víz kezdődött, és itt ez a tüzéttelep, meg ez a másik ingatlan, ez teljesen víz alatt volt. Ami bennmaradt, az minden szinte tönkrement, ami nem volt 2-2,5 méternél magasabbra fölrakva. Na hát egy ilyen kis videóval akartam én mutatom, hogy mindjárt itt van emelle a másik oldalt, hogy hogy néz ki a régi gát. És itt még egyszer megmutatom ezt a kis belvizet. Ugye ez volt, amit itt nézegettek sokszor, hogy szivárog át. Ezt kellett még éjszaka is megnézni, hogy mennyire drasztikus az átfolyás. Ha esetleg majd később felrakott videókban halljátok azt, hogy itt a gát tövében volt szivárgás, az erről volt szó. És hát később, ha egyszer lesz valami, akkor megint csak ugyanazt a részt kell majd figyelemmel kísérni. Mert itt ugye láthatjátok, hogy egész meddig fönn volt a víz, ide ki is rakta a hordalékot, a kukoricaszárat, meg a levelet. Itt láthatjátok. De érdekes módon ide olyan túl sok szemét nem jött. Úgy néz ki, hogy ott a fák, mint egy élő szűrő, ezt meggátolták, és ezért nem lett belőle nagyobb.
szemétkupac ide behalmozódva. Hát látjátok most mekkora forgalom van, mert ha ennek a legalább a fele ember eljött volna, akkor sokkal több ember védekezett volna. Bámészkodónak sokan jöttek. Voltunk azért, hál' Istennek, sokan, akik megpróbáltunk mindent megtenni, de azt láttuk, hogy még mindig a lakosságnak a zöme igazából tojik rá erre az egészre, és nem érdekli, azon kívül, hogy jó program, azon kívül nem érdekli őket egyáltalán. Na, gyorsan átszállok, azt mutatom a másikodat, ha nem áll meg addig. Hát most már egész jól lehet menni. Látszódik, hogy meddig volt a víz. Azért ez a 60 centi sokat számított. Lehet, hogy több százszor is halljátok elmondani, de nagyon sokat számított, hogy nem jött följebb. Majd ezt fogjátok látni több videóban is, hogy hol voltak a szintek. És hát ugye ilyen bajok vannak itt a híddal is. Tudom, mennyire látszódik, hogy ki vannak rohadva a vasak, vasalások. Itt van neki egy ilyen fém. Hát szerintem ez ilyen vas burkolat. Ilyen kazánlemez, de ott is látszik, hogy jól elvállalható. És lehet látni, hogy mennyit visszament a víz. És itt volt az a gát, ami 13-ba átszakadt, itt volt neki kötve a hídnak, és akkor itt ment végig a Duna mentén, ezt akkor nem sikerült megfogni, mert magasabb lett a vízszint, mint amire számoltak, és a nylon, ahol le lett nylonozva, még annak a tetejére kellett homokzsákot rakni, és azt átlőtte a víz, aztán lehetetlen lett megvédeni. Itt láthatjátok a túloldalt is, hogy mekkora területen volt fönn a víz, és hogy meddig szürkék a fák. Talán, ha nem úgy süt a nap, akkor lehet is látni. Szabad szemmel lehet a technika, hogy mennyire adja vissza, nem tudom. Hát ez volt most Tahi, most megpróbálom még látni, meg Szentendrét megmutatni. Itt látjátok a úszadékfákat, amik még így fölfalakadtak. Itt is például egy ilyen nagy 8-10 méteres fa. Hát ezekről volt szó folyamatosan. És örülhetünk, hogy ilyen gyorsan és ilyen sokat visszament a víz, ezért tud a nagy területekről is magától visszaszáradni, mert szépen vissza tud szivárogni, mert a belvíz, tehát a talajvíz is le tud menni vissza a Dunába. Elvezetődik szépen lassan. Úgyhogy ez itt egy ilyen rész volt. Itt volt ezen a gáton egy pár száz méterrel arrébb, ahol szétrúgták a gyerekek a zsákot, és ott kellett egyik este azt megoldani. Azon kívül elég nagyobb baj, hál' Istennek, nem történt. Tehát látjátok, hogy azért más ez a szint, meg a följebb lett volna még 60 centi, az óriási sokat számított volna, de hát hál' Istennek azt eddig megúsztuk. Sziasztok!